A szegedi sportcsarnokban rendezték meg a tollaslabda diákolimpia országos döntőjét, amelyen 6 korcsoportban több mint 400 fiatal lépett pályára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 20-an többségében nyíregyházi versenyzők képviselték, de Nagyhalászból és Ófehértóról is kvalifikálták magukat játékosok a fináléba. A megyei küldöttség végül 3 bronzéremmel tért haza a Tisza partjáról. A Zeleg Zoltán általános iskolából Veronyák Roland a második korcsoportos fiúk közül szerzett érmet, a Kodály Zoltán általános iskolából Vince Gyöngyvér szerzett bronzérmet, és Kulcsán Levente pedig az Apácaiból. A negyedik korcsoportban érmet szerző Vince Gyöngyvér nem volt teljesen elégedett a Szegeden elért eredményével. Harmadik lettem, de az első helyre is esélyes voltam, de sajnos elrontottam egy meccset. Hogy lehet elrontani egy meccset? Hát nem tudtam odafigyelni, nagyon elborult az agyam, ideges voltam. A második korcsoportos Veronyák Roland a bronzérem ellenére is csalódott volt egy kicsit a versenyt követően. Harmadik lettem, szerettem volna első lenni, nagyon szoros mérkőzésbe kaptam ki. Mióta tollashozol és mi a legjobb eredményed eddig? 4 éve tollashozok a Zeg Zoltánba kezdtem, és a legjobb helyem az első. A Jakab Péterni és Gönci André által felkészített gyerekek a következő hetekben egyesületi színekben a korosztályos országos bajnokságokon lépnek pályára. Az elmúlt hétvégén rendezett U15-ös versenyen Simon Balázs bronzérmes lett, a Simon Jékisoma páros pedig ezüstérmet szerzett.